Nyírbátorban minden év elején összehívják a gazdasági szereplőket, hogy tájékoztassák őket a város pénzügyi helyzetéről, az elmúlt évek fejlesztéseiről, valamint megbeszéljék az együttműködési lehetőségeket. Az idei évben a polgármester elmondta, a legfontosabb feladatuk a foglalkoztatás bővítése, amihez földterületre, infrastruktúrára és a megfelelő létszámú szakképzett munkaerő jelenlétére van szükségük. A város ennek érdekében egy egyedi megállapodást is kötött a Debreceni Egyetem műszaki karával, aminek célja, hogy minél több műszaki karra járó fiatal töltse itt a gyakorlati képzési idejét, ehhez szinte ingyenes szállást és egyéb kedvezményeket is biztosítanak nekik. Kidolgoztunk erre egy olyan komplex programot, ami nagy mértékben javíthatja ezt a helyzetet. Ennek az egyik lépcsője egy új lakópark programépítés, ami egy teljesen komplex, körbezárt, új, mai modern 21. századi lakópark építést jelent. Annak a teljes infrastruktúrájával, ez a turisztikai övezet mellé, a gyógyászati létesítmények mellé épül, és én azt gondolom, hogy a kormányzati támogatási rendszerrel kiegészülve ez egy sikertörténet lehet. Ennek az infrastruktúráját már korábbi években kialakítottuk, igazából most csak el kell indítanunk. De ez még nem garantálja azt, hogy ezek az emberek szakképzett munkaerő lesz, ezért nagyon fontos, hogy a képzőintézetekkel is egy új együttműködést alakítottunk ki, mind a szakképzőintézettel, hiszen nagyon fontos, hogy helyben megfelelő végzettségű szakmunkás bizonyítvánnyal, tudással, tapasztalattal rendelkező új generáció növekedjen, akik egyből el tudnak helyezkedni az ipari parkban működő vállalatoknál. Nyírbátor több mint 1 milliárd forintos iparűzési éves adóbevételének 80%-át a jelenlévő 6 nagy multinacionális vállalat adja. Ezek közel 4000 nyírbátori vagy a térségben élő munkavállaló foglalkoztatását biztosítják. Ez a fórum fontos, hiszen itt Nyírbátorban nagyon sok multinacionális és számos magyar cég működik, és nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy valójában mire van szükségük ezeknek a cégeknek. Meg tudják beszélni a polgármesterrel, a politikusokkal, hogy merre haladjanak a fejlesztések. A fórum résztvevői a Gazdaságkutató Intézet elnökének előadásából arról is tájékozódhattak, milyen hazai változtatásokra van szükség a fejlődéshez. Ha megnézzük Magyarország teljesítményét a környező országokhoz képest, tehát mondjuk Szlovákiához, Csehországhoz, Lengyelországhoz képest, akkor azt látjuk, hogy bizony mi teljesítettünk a legrosszabbul az elmúlt 10 évben, 10-15 évben. Na most jó lenne az elkövetkező 10-15 évben ezzel szemben a legjobbak között lenni, mert akkor tudna Magyarország fölzárkózni. Azt fogom az előadásom végén megmutatni, hogy ehhez jelentős reformokat kell Magyarországon megcsinálni. Elsősorban az egészségügyi rendszert kell modernizálni, a közoktatást kell modernizálni, és az államnak a működését kell modernizálni. A fórumon elhangzott, a városban egy lakásépítési programot indítanak el, ahol közel 800 otthont alakítanak ki, kamerahálózatot fejlesztenek, szállodát építenek, és javítják a közlekedési infrastruktúrát is.